Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Metszadina vagyok. Ez a Szót Kérek online magazin maga mit műveli podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk különleges interjú alanyokkal az Epe Rádió stúdiójában. Köszöntöm Andola Zsuzsát, ifjúság segítő szakembert, aki a különleges újpesti felhőn szállók programnak a anyukája, alapítója, ötletgazdája? Felelőse, ötletgazda, igen, igen, nagyon jól mondod. Köszönöm szépen először is a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy kíváncsiak vagytok erre a, erre a programra. Igen, a, alapítás óta a program részese vagyok, igen. Egyébként a név az onnan jött? Miért pont ez? Ez egy nagyon-nagyon érdekes. Próbáltunk valami olyan összefoglaló nevet találni, amiben talán az ifjúság is, meg a drogstratégia is esetleg beleférhet, és nagyon sokat ötleteltünk rajta. Az első koncepciónk az egy ilyen graffiti elképzelés volt, és igazából onnan jött a felhőn szállók. Aztán maga a név megmaradt, de már a, a teljes dizájn kicserélődött így a, a programmal kapcsolatban, egy kicsit finomítottunk rajta. Ugye ennek azért egy nagyon komoly előzménye van, az újpesti felhőn szállóknak, egy felmérést az ifjúság körében a mentálhigiénés állapotáról. Nem teljesen így indult, hogy a mentális higiénés állapotáról, ez, ezért nagyon érdekes, és aztán nyilván ide futott ki a dolog az eredmények miatt, de maga az indítatás az az volt, hogy nagyon sok érzékenyítő programot tartottunk az iskolákban, a helyi bűnmegelőzési referenssel, és szerettünk volna aktualizálni ezeket a, ezeket a programokat, ezeket az előadásokat, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire érintettek a fiatalok, vagy melyik az a terület, amit sokkal inkább meg kell érzékenyíteni, vagy sokkal inkább rá kell fókuszálnunk nekünk is szakembereknek, és elkezdtük felvenni ezeket a kérdőíveket. Általános iskolákban, szakközépiskolákban, gimnáziumokban? Középiskolákban, középiskolákat céloztuk meg elsősorban, és először az első időszakban a 11-12-es osztályokat, és aztán bővítettük ki a 10 9 osztályosokra is. Jó, de ennek egy nagyon érdekes története van, mert mondtad, hogy amikor a műmegelőzési referenssel csináltatok ezeket a felmérk, ezeket a programokat, Igen. gyerekek ezért nem voltak túl aktívak. Nem voltak annyira lelkesek, Igen. Tehát mindig kellett valami olyan plusz, olyan élménypedagógiai elemet, drámapedagógiai elemet belevinni, amivel élvezetessé tudjuk tenni, de közben szerettünk volna nekik tudásanyagot is átadni. És ezt próbáltuk úgy ötvözni, hogy akkor nézzük meg, hogy mi az a tudásanyag, és mi az a feldolgozatlan probléma, ami őket foglalkoztatja iskolán kívül. És nagyjából így is adtuk oda ezeket a kérdőíveket, hogy mindenki, aki szeretné, azt kitöltheti, teljesen anonim módon, nem kell ráírni a semmit, igen, nem kérdéseket aláhúzni kell, vagy karikázni, ezt eldönthette, és mondhatott nemet, amikor elolvasta a kérdéseket, tehát visszaadhatta üresen, és sokkal több kérdőívet vettünk föl, mint amennyiből aztán maga a kutatás lett nyilván, mert hogy nem volt mind kiértékelhető. Ennek a kérdőjűnek az ennél, hogy ész. Igen. És hogy ez mit tartalmaz? Egész pontos fordítás az ártalmas gyermekkori élményeket fedi föl. Ezt a WHO használja, illetve most már ki kiegészítette, tehát most már van egy sokkal, de sokkal bővebb kérdőív. Nagyon hiányos. Ez, ez egy tíz kérdésből álló, ez még 1998-ban használták először. Ráadásul nagyon szorosan összefügg ez az ész kérdői a szerhasználattal, és ez a kiértékelések után lett igazán érdekes számunkra. Aha. Mert hogy, miért ki a kiértékelésben? A kiértékelésben nagyon magas értéket kapott a mentális problémákkal küzdő családtagoknak a megjelölése. Tehát, hogy a gyerekek olyan családban élnek, ahol van mentális probléma, mindez diagnosztizált mentális probléma, és akkor nem megyek abba bele, hogy... A 35%-on felül mennyi az, ahol mondjuk nincsen róla orvosi papír. Magas lett a száma a verbális bántalmazásnak, és itt, itt van egy nagyon nagy hiányosság a kérdőívnek, mert ez offline és pontosan tudjuk, hogy az online zaklatás, és az online verbális bántalmazás, vagy az online bántalmazás, az most milyen méreteket ölt a fiatalok körében. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez a 2022-23-as tanévnek a, a kérdőíve, ezt már akkor is kellett volna bővítenünk, de most meg aztán végképp. Ugye említetted, hogy a verbális erőszak, és a családon belüli pszichés problémák, ezek voltak a kiemelkedők, mm. a kutatáson belül, ezek összefügghetnek? Tudom, hogy hipotézis, meg ez egy igen nem, tehát egy anonim kérdői volt, és igen nem feleletválasztós volt, de lehet ebből ilyen összefüggést találni, hogy esetleg pont ezeket Összefüggnek. Olyan szintű összefüggéseket lehet találni a, a Ugye minél több ártalmas gyermekkori élményt karikáz be, tehát válaszol igennel a tíz kérdésből, Annál biztosabb az, hogy elindult a szerhasználat felé. Uh -huh. És igen, nyilván a mentális zavaroknál, de akár bármilyen függőség a családban, ott is szinte majdnem vele járt az, hogy bekarikázta a verbális bántalmazást is, és az érzelmi elhanyagolás még az, ami, ami egy magasabb számot kapott. Oké, okay, most volt egy raklak kérdői az asztaladon, mondtad, hogy volt két napod, amikor ki tudtad értékelni, kijöttek ezek az eredmények. És akkor ilyenkor az emberben mi, mi, merül föl, Hogyan tovább? Igen, már az értékelés közben szépen lassan, ahogy, ahogy számoltam össze az igen válaszoknak a mennyiségét, és az, hogy egy kérdőjében hány darab igen válasz van, az még inkább megdöbbentő volt, de egyértelmű volt, hogy valamit, valamit, tenni kell. Tehát, hogy ezt biztos, hogy nem lehet így hagyni, és akkor kezdtem el igazán beleásni magam, hogy mit is találtunk mi ezzel a felméréssel és hogy milyen irányba lehetne elmenni, hogy a fiatalok segítséget tudjanak kapni, illetve hogy segítséget merjenek kérni, mert hogy talán ez az egyik legnehezebb legnehezebb dolog. Az, hogy felismerjék a saját és mások érzelmeit, az egy borzasztó nehéz feladat manapság. Akkor ezek szerint az egész társadalmunk küzdezzel, hogy az érzelmek felismerésében hiátusunk van? Én most az ifjúságot uh -huh. látom sokkal inkább, de, de, előtt de, előtti előtti de előtti előtti. akkor, amikor a szülőkkel is kapcsolatba kerülök, azért megvannak erre a válaszok, és pont erre vonatkozna majd a következő kutatásunk. Hát igen, mert ugye ezt a gyerek otthonról hozza, ezeket a mintákat. Többnyire otthonról igen, nagyon sok mindentől függ, nyilván a kortás csoportoktól is függ, de de igen, többnyire otthonról. Ez egy ilyen, ennyire sok a verbális erőszak. Ez mennyire rombolja az ő kapcsolati rendszerüket, mert ugye itt nagyon fontos, ez, hogy az emberi közösségben mozogjon, mert ez egy védőhálót is tud képezni, mm -hmm. főleg a kortás kapcsolatokban. De hogyha ennyire nagy a verbális erőszak, akkor felmerül, hogy akkor ezek is szépen szétszúnnak ezek a kortás kapcsolatok, nem? Pont amiért, az agresszió miatt. A kommunikációs készségfejlesztése az egy nagyon-nagyon az fontos alappilére most már ezeknek a ezeknek az érzékenyítő programoknak, amiket mi erre a kérdőjében ráépítettünk, illetve én most abszolút azon dolgozom, hogy egy olyan csoport foglalkozás módszertan dolgozza ki, ami kifejezetten az ártalmas gyermekkori élményeket tudja preventíve megelőzni, és itt, itt jön az, hogy muszáj nem csak a középiskolákra fókuszálni, hanem igenis el kell indulnia az általános iskola irányába, és a felső tagozatban mindenféleképpen, de már érintett lehet ártalmas gyermekkori élményben, harmadik, negyedik osztály is. De ezt hogy lehet megelőzni? Van most ez a nagyon. Divatos szó ez a reziliencia, <laughs> és igen, képesség kell tenni ezekre az általmakra őket, hogy hogyan tudják ezeket kezelni, hogyan tudják ezeket feldolgozni. Magát az ártalmat nem fogjuk tudni megszüntetni, hanem őket tudjuk felvértezni arra, hogy hogy ezeket az általmakat tudják kezelni. Igen, csak ugye. Normál a normál mederbe terelni. Vagy minél kisebb, ugye egészen másképp kell kommunikálni az alsósokkal, mint a felsősokkal, és főleg ez a reziliencia fejlesztés, ez meg ez egy eléggé nehéz ügy minden Nagyon. szempontból. Tehát akkor ezt hogy lehet megvalósítani? Akkor ez egy két külön programnak tűnik ez most nekem. Ez nem is kettő. Ez nagyon-nagyon sok program. Ezért mondom, hogy egyelőre még a, a középiskola, illetve a felső tagozat felé, 7.-8. osztály felé fordulunk most ebben a, ebben a tanévben, és aztán dolgozzuk ki az összes többi osztályra ezt a, ezt a programot. Oké, okay, tehát akkor megvoltak a kérdőívek, levontátok a tanulságokat, elkezdődtek a programok. Igen. Ugye itt azért együttműködtetek az önkormányzattal, illetve a tankerülettel is. Ez a program konkrétan az önkormányzat nélkül nem jött volna létre, mert amikor a kérdőíveknek az eredményét ők meglátták, azonnal reagáltak rá. Tehát, hogy ez nem, nem volt kérdés, hogy őket is annyira megdöbbentette a, a kerületi vezetőket, hogy, hogy azonnali reagálás, és borzasztóan hálások vagyunk nekik ezért, mert nagyon sok program lehetőségre adtak támogatást, és hogy ők, ők viszik konkrétan ezeket a programokat. Így elértük, tehát rendszerbe tudunk gondolkodni az önkormányzat által, és itt meg tudjuk szólítani a szülőket, most már a pedagógusok és meg tudjuk szólítani illetve teljes egészében a kortás csoportokhoz el tudunk jutni. Szülőket mennyire nehéz megszólítani, főleg azt, hogyha ugye mondtad, hogy azért a családon belül vannak mm. nagyon, nagyon negatív tényezők, amik befolyásolják a gyerek mentális állapotát. Tehát ilyenkor ez ez hogy tudtok ehhez mert ez egy kényes téma? Ez egy kényes téma, viszont én sokkal kényesebbnek gondoltam ezt, amikor először ez megfogalmazódott bennünk, hogy, hogy komplexen kellene a szülőket. Vannak nagyon jó módszerek rá. Kaptunk segítséget, nagyon sok segítséget a tankerülettől, és a tankerület lehetőséget ad arra, hogy a Krétán keresztül közvetlenül az újpesti iskolákba járó szülőket megszólítsuk, és a programjaikat úgy ajánljuk fel. Ami különlegessége ennek a felhőn Szálok programnak, hogy Abszolút a kultúrát hívjuk segítségül mindenféle érzékenyítésben, és így sokkal, de sokkal könnyebb maga a felismerés, és a felismerés után sokkal könnyebben kérnek segítséget. Gondolok itt egy szülőakadémiára, vagy egy rendhagyó osztályfőnök órára, vagy elindul idén a, a kortárs segítő képzésünk is, szabaduló szoba, ami egy mobil szabaduló szobáról beszélünk, tehát, hogy, hogy elindulnak azok a, azok a programok is, amik még inkább rendszerben kezelik ezeket az általmas gyermekkori élményeket, és, és, és tud rá reagálni. Oké, okay, akkor most tegyük fel, hogy én vagyok az egyik gyerek, aki kizöltött a kérdőívet, és ugye ez a nagy segítségre van szükségem. Akkor én beütöm, hogy Újpesti felhőn szállok, Igen. és akkor... Mi fog történni? Mi fog történni? E, igen. Beütött, hogy Újpesti felhőnszállók, ki fognak neked dobni az Újpesti Önkormányzatnak a honlapját. Az Újpesti Önkormányzat honlapján van nekünk külön egy elkülönített fül az Újpesti Felhőszállók program. Sikerült az Önkormányzat segítségével egy ifjúsági mentálhigiénész centrumot közvetlenül az Önkormányzattal szemben az Ifjúsági Házban létrehozni. Itt különböző szakemberek ott helyben, illetve külsős együttműködésekkel tudunk irányítani máshova is, tehát akkor, amikor addiktológusra van szükség, akkor az addiktológiára tudjuk irányítani egyből őket, illetve ugyanígy akár a pszichiátriára, akkor, akkor így. Itt vannak szülőkonzultációk is, tehát a szülők is segítséget kérnek, és mint, hogy mondtam neked, számomra teljesen meglepő volt, hogy mennyire könnyű a... A szülőkkel egy-egy probléma kapcsán beszélgetni és felismerni közösen. Tehát, hogyha a, a fiatal is, illetve a szülő is ugyanebben a programban részt vesz, akkor nagyon-nagyon könnyen megy a megsegítése az egész rendszernek, családnak. A szülők felismerik azt, hogy a gyerekkel probléma van? Fel, csak nem a, a gyökér problémát, hogyha ez így érthető. Van olyan gyerekünk, akire azt mondja, hogy körömrágás miatt nagyon szeretné leszoktatni a szülő a körömrágásról, és a gyerek is szeretne leszokni a körömrágásról. 15 éves lánykáról beszélünk, és nagyon cikinek érzi, hogy az osztályba dugdossa a kezét, de közben van, hogy tanórán veszi elő és rágja a körmét. Ez egy alap probléma, ezzel jött be a szülő, hogy akkor ebben kérne segítséget, és most már egy nyolc hónapja tartó konkrét pszichológiai tanácsadás folyamatában vannak benne, és olyan problémák budjanak föl mind a kettő fél részéről, tehát az anya részéről is, és a lány részéről is, amit nem lehet kezeletlenül hagyni. Tehát akkor kiderült az, hogy a gyereknek a kortás kapcsolataival is vannak problémák, meg a családban is, vagy pedig leginkább a családban. Uh -huh. Leginkább a családban, és ezt így közösen Ez mennyire... Hát ez csapódik a kortásra is. Tehát, hogy ez... És a szülők ezt mennyire veszik komolyan? Mi az a pont, amikor azt mondjuk, hogy oké, okay, oké, okay, tényleg elviszem a gyereket? Mert so sokan azt mondják, hogy vagy van aki, nem sokan, van aki, hogy csak így legyen, hogy hát jó, hát most majd kinővi. Uh -huh. De hogy ti azt mondjátok, hogy el kéne a gyereket vinni pszichológushoz, vagy pszichiátriára, akkor ezt ők mennyire veszik komolyan? Mi nem mondunk ilyet. Aha. Mi nem mondunk ilyet, hanem megteszünk mindent annak érdekében, hogy ő mondja ki, hogy erre szükség van. Értem, tehát a rávezetés működik. Így van, így van. A felismerés. felismerés. És a felismerés. Ehhez, ehhez hívjuk segítségül a kultúrát, mert sok-sok olyan színházi előadás van, olyan szituációs játék van, amiben, hogyha részt vesz, ott van, megéli, élmény alapon kap valamit, akkor abban a pillanatban beugrik, hogy tehát nálunk is így van. És hogy ilyen, ilyen, ilyen velünk is előfordult. És hogy ez, ez akkor lehet, hogy nem normális, lehet, hogy akkor ez így nem jó. Úgyhogy mi magát ezt a, ezt a felismerési folyamatot ö, indítjuk el, és aztán utána, hogy hogy tud segítséget kapni, abban is nyilván segítünk. Nagyon sok olyan eset van, ami egyáltalán nem a mi kompetenciáink, az ifjúsági Mentálhigiénész centrumnak a kompetenciája, sőt, a szakembereink is felismerik és pontosan tudják, hogy hol van az a, az a határa, ameddig és, és, és nem tovább, és menni kell még-még a rendszerben. Ez a nehezebbik falat, mert hogy nagyon kellenének ilyen intézmények, akik kifejezetten gyermekmentállal foglalkoznak, és nagyon kevés van az országban. Vagy ami van, az pedig teljesen tele van. És mi a tapasztalat, hogy pont az ilyen programok hatására egyre többen jönnek, vagy pedig stagnál? Tehát, hogy mennyi, mennyire, Idősz mennyire hat? Időszak függő. Ugye most egy éves teljes tapasztalatot tudunk mondani ebben a dologban vannak stagnáló időszakok, és vannak, amikor nagyon-nagyon megugranak. Hát most ezt lehet fogni a holdálásra, de, de ilyen prognózis nem készítettünk. De hogy vannak olyan időszakok, igen, amikor úgy hirtelen megugrik a segítségkéréseknek, de különben, hogyha teljesen a szívemre teszem a kezem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy-egy olyan kulturális program, olyan esemény után, például legutoljára volt a dolgok, amikért érdemes élni, és az egy nagyon jól sikerült előadás volt, és utána... Egy az, hogy az ott lévő beszélgetésen nagyon sokan ott maradtak a nézők, mert hogy minden egyes előadás után van egy szakmai beszélgetés, amely egy kicsit segít feldolgozni az előadáson látottakat, hallottakat, megérteket. És segít egy picit elgondolkodni, hogy megy haza az ember az előadás után, és, és fel tudja magának tenni azokat a kérdéseket, amiket még boncolgattak a szakemberek. Ezek után mindig megugrik az e-mailes megkeresések száma, a személyes messenger üzenetek száma általában meg szokott ilyenkor ugrani. Az előbb azért említetted, hogy most csak ugye megúranak a számok, hogy ugye mögé kell szakembereket is találni. Hogy nektek van elegendő számú szakemberetek, hogy, vagy ezeket a kérdésokat kezeljétek? Nem nincsen olyan, hogy elegendő számú szakember. <laughs> nem tudom, hogy van-e olyan intézmény ma Magyarországon, ahol elegendő számú szakember van, főleg ebben a témában. Soha nem elég, viszont nyilván van egy, van egy határ, de bővíteni mindig szeretnénk, tehát ez mindig ott van a levegőben, hogy milyen irányban, hogyan, hogyan bővítenénk most nagyon szeretnénk inkább a közösségépítés részére, mert annak olyan hatalmas megtartó ereje van, és segítő ereje van, hogy nem biztos, hogy szakemberekkel kell ezt megsegíteni. És ezért mondtam a kortárs segítőket, mert van olyan, amivel szakember nélkül is meg lehet oldani az, hogy, hogy megkapják azokat a plusz szeremi bánathoz nem biztos, hogy pszichológus kell de, de mondjuk egy, egy kortárs segítő az tökéletes lehet mondjuk ebben a, ebben a Mik azok a, a, topikok, amikkel, amikkel ők küzdenek ebben az életkorban? Említetted az előbb a szerelmi bánatot. Hát volt. vannak súlyosabb, és vannak kevésbé súlyos esetek, de ez, hogy mi a súlyos, és mi nem, ez ennek olyan hosszú folyamat, mire ez kiderül, hogy mondom, körömrágással érkezik, és aztán utána görgetünk egy hatalmas nagy probléma halmaszt magunk előtt, és akkor azt fejtegetjük utána le, szépen lassan. Tehát nagyon változó. A lényeg az, hogy, hogy egyáltalán kérjen segítséget, teljesen mindegy, hogy milyen, milyen okból. És aztán utána majd kiderül, hogy mi van mögötte egész pontosan. Uh -huh. Mert úgy mondtad, hogy a szellemi bánat esetében nem kell pszichológus. Hát nem feltétlen. Nem, feltétlen. nem feltétlen. Tehát hogy csak arra voltam kíváncsi igazából, hogy mi az nem szerinted, de, vagy, vagy, vagy hol van ez a, ez a határ, amikor még a, a, ezek a kortárs segítők tudnak segíteni, és mi az a határ, amikor már egy picivel komolyabban kell lépni a Szerintem a kortárs segítőknél az a, az a lényeg, hogy ők ők is megkapják mindig azt a, azt a plusz segítséget, hogy tudjanak arról beszélni, tehát hogy a saját problémáján kívül még magára veszi valaki másnak a problémáját, és egy kortárs segítő, akkor neki hagyni kell arra felületet, hogy ezt letegye és erről beszélni kell, és nyilván ezek olyan helyzetek, amikor nem maga a kortárs segítő dönti el, hogy, mm -hmm. hogy, most ez mennyire súlyos vagy, vagy, nem súlyos eset, és hogy emögött még mi lehet. Mennyire fogadják el egymás segítségét a kortárs segítőknek a segítségét a gyerekek? Ez attól függ, hogy hogyan van kiválasztva a kortárs segítő. <laughs> ez azért, azért nagyon fontos kérdés, mert nagyon nem mindegy, hogy az iskolán belül ki az, mennyire referencia személyű. Van-e már igazgatói intréje, vagy nincs? kapott -e már osztályfőnöki figyelmeztetést, vagy nem? És mennyire tartom vagánynak, vagy nem? A legproblémásabb kamaszokból lesz a legjobb kortárs segítő. Hogy van ez, hogy a legjobb igen. Legjobb érzőből lesz van. a legjobb Így pandúr. Van. Igen. Így van. Ez egy kicsit ilyen. És hogyha ott-ott sikerül a szemléleten, a hozzáálláson változtatni, akkor igazából az az iskola nagyon sokat nyer a kortárs segítőjével. Oké, okay, akkor tehát a következő lépés a kortárs segítő programnak lesz a felkutatása állatok. Milyen más elképzelésetek van még Dújpesti Fájlőn Szeretnénk csinálni közösen, ugye nem, nem beszéltem róla, de hát nagyon nagy szerepe van. A kérdőíveknél, illetve az, hogy mennyire függ össze a szerhasználat és a maga az a ártalmas gyermekkori élményeknek a száma, abban azért nagyon nagy szerepe van a kutatásban a dr. Makara Mihálynak, aki májbetegekkel elkészítette ugyanezt a kérdőívet, és így lehetett egy összehasonlítást tenni. És ami miatt nálunk bármennyire is nem tűnik olyan nagyon kirívónak a, a szám, meg a százalékok aránya, de azt azért tudni kell, hogy 18 év alattiak, és ez időközben még pakolódni fog. Tehát ha nem foglalkozunk vele, akkor ezek az általános gyermekkörülmények még rakódni fognak. Na most a prevenciós tevékenységeket folyamatosan szeretnénk bővíteni ebben a programban, hiszen ez kifejezetten erre jött létre hogy a kultúra segítségével tudjunk prevenciós programokat csinálni a fiataloknak, és minél több ilyen programba bevonni a fiatalokat. Tehát úgy, hogy azt ők maguk szervezzék meg, csinálják meg a saját maguk igénye szerint, mindezt bizonyos kereteken belül. Nagyon nagy segítséget kaptunk például a múlt évben, a Mome építész hallgatói jöttek el hozzánk, és újra gondolták ezt az egész programot, illetve segítettek nekünk is újra gondolni ezt az egész programot és azon gondolkodtak, hogy Újpesten hol lehetne ezt nagyon klasszul megvalósítani. Nagyon jó tervek születtek, ha akit érdekel, az nyugodtan meg tudja nézni épület a Épületről épület, beszélünk. Épületről beszélünk, igen. És ugye ebbe ők belerakták a fiatalos lendületüket is, ami még egy külön nagy segítség volt nekünk. Olyan ötleteket adtak az építész hallgatók, hogy egy-egy milyen irányba kellene elmenni a programok kapcsán, hogy... Milyen ötletek ö voltak például? Voltak például anonim segítségkérésnek postaláda, akkor volt olyan, hogy mindenképpen a, a büfé helyett levesező legyen, vagy, vagy ha, ha nem is büfé, akkor akkor legyen olyan, vagy ha nem is kifejezetten leveshez, de legyen olyan, hogy lehessen kapni leves, mert ez nagyon fontos, télen nagyon fontos, hogy legyen leves. És ezt így nagyon sokan megerősítették. Ilyen, ilyenekre gondolok, hogy olyan öt, aminek eszembe nem jutott volna, hogy, hogy a fiatalok ezeket mennyire fontosnak tartják. Születtek olyan ötletek, hogy hogyan lehet egy teljesen használaton kívüli kis alagútból egy görkorcsolya pályát készíteni, hogyan lehet a lakosságnak a szemléletét megváltoztatni az, az ifjúsággal kapcsolatban, és hogyan lehet őket összekapcsolni akár egy közösségi kert kapcsán. Tehát nagyon-nagyon jó ötleteket mondtak. Most így hirtelen ezek jutnak eszembe, de ezen kívül még tényleg nagyon sok mindent. És lesz ebből valamit, hogy Újpest önkormányzata mennyire támogatja a Készítettünk egy szavazást erről, hogy, hogy meg ez még tart is, tehát hogy lehet szavazni. Én azt gondolom, hogy meg kell találnunk mindenfajta pályázati forrást hozzá, mert önmagában az önkormányzat, az önkormányzati büdzsé nem alkalmas arra, hogy egy, egy ekkora komplexumot, amit nagyon jó lenne, és tényleg minden célnak megfelelően létrehozni Újpesten, akár már meglévő épületből, vagy a földből kinőve. Tehát mindenképpen pályázati forrás, forrásokat kell. Kerestek már meg téged máshonnan, hogy ugye ilyen ifjúsági programot csinálj, mint az Újpesti Felhőnyszállók? Konkrét programra nem, konkrét programra nem. Én azért nyitogatom a szárnyaimat másfele is, tehát, hogy én nagyon szeretnék más kerületekkel együttműködni, és ennek az az oka, hogy nagyon sok olyan értékes középiskola van, ahol ha összeadjuk azokat az erőforrásokat, amiket a középiskolák, akár szakképzési centrumok adnak, akkor hatalmas, nem csak humán erőforrás, hanem minden más energiát össze lehet adni, és tényleg nagy dolgokat lehet létrehozni az ifjúsággal közösen. Jó, azért az alap, hogy ez az ész felmérés volt. Igen. Más tudsz erről, hogy mások is megcsinálták ezt a felmérést? Én úgy tudom, hogy Pélcsen indult el ezzel kapcsolatban egy felmérés, hogy mi lett a az eredmény, azt még nem tudom. De most ugye erre rákérdeztél, lehet, hogy lehet, hogy felveszem velük igen, a kapcsolatot, és nagyon jó igen. igen nagyon jó, hogy mondtad. Igen, felveszem velük a kapcsolatot, és akkor megkérdezem, hogy ők most hol tartanak ebben az ügyben. Volt olyan ö, kerület, ahol a, az avodai iskolai szociális segítők ö, megkerestek ezzel kapcsolatban, és, ö, és hogy, hogy megcsinálják e Én akkor azt javasoltam nekik, hogy nagyon jó az a kérdőív, de már van jobb. Tehát hogy inkább a, a sokkal jobb kérdőívet csinálják meg ők. Igaz, hogy az egy kicsit több, 34 kérdésből áll, de, de sokkal részletesebb és sokkal több adatot tudnak meg a, az ifjúságról. Aztán tudom, hogy nem csinálták meg. Ugye azért a beszélgetésünk közepén említetted az online zaklatást, hogy arra is rá fogtok uh -huh. majd kérdezni. Akkor ez a következő kérdőívben már benne lesz ezek szerint? Most körülbelül három olyan kutatási rész van, amit ez a, az észkérdőív felvetett. Három irányban fogunk elmenni. Az egyik, a Makara professzor dolgozott ki most egy olyan kérdőívet, ahol szülő és gyereket is kérdezni fogjuk. Méghozzá ennek nagyon egyszerű az oka, a transgenerációs szorongások, parák és minden egyéb, ami a, a mostanában sokat hallunk róla. Ez az egyik. A másik, egy hatékonyságmérést készítek arról, hogy hogyan működnek ezek a csoportfoglalkozások, mennyire hatékonyak abban, hogy csoportfoglalkozásból hogyan lehet egyéni problémára fókuszálni. Tehát, hogy a csoporton belül hogyan tudjuk észrevenni azt, és milyen módszerrel tudjuk észrevenni azt, hogy igenis, abban a csoportban van legalább négy olyan gyerek, akinek szüksége van segítségre, és hogy őket magán a csoport belül hogyan érem el úgy, hogy ne legyen direkt a dolog, és hogyan tudom kihozni belőle azt, hogy kérjen segítséget. Ez a most a, a szívügyem, és ebből szeretnék majd egy nagyobb dolgot publikálni. Van egy másik, a pozitív gyermekkori élményekkel kapcsolatos, rákerestem, mert hogy ugye az interneten szörföztem, és mondtam, hogy nem létezik, hogy csak ártalmas gyermekkori élmények vannak, biztos, hogy van valami pozitív is, és a kínaiak készítettek egy kérdőívet, úgyhogy leleményesen Google fordítóval megnéztem a kérdéseket, amúgy nagyjából megfordít Ották az kérdőívét, és úgy tették fel a kérdéseket, hogyha azt elkezdjük újra megcsinálni, azt a tíz kérdést, csak pozitív gyermekkori élményekkel, és ott nem a igen lesz a válasz, hanem a ha nem, akkor nagyjából ugyanazt a kérdőívet kapjuk, mint az észnél. Neked milyen az ideális ifjúságképpen? Nekem nagyon tetszik a, a mostani mostanéjfuságban az a gondolkodásmód, az a szemléletváltás, amit, amit ők képviselnek, nagyon tehát minden szintéren. Uh -huh. Tehát, hogy ahogy a, ők a saját dolgaikat menedzselik, az szerintem fantasztikus. Mi is nagyon sokat tanulhatunk tőle. Én azért szeretem ezt a munkát, és... Az ifjúsággal foglalkozni, mert nekem minden egyes nap egy tanulás. Olyan dolgokat tanulok meg tőlük, és olyan dolgokat élek meg, amit azt gondoltam, hogy hogy én már biztos, hogy nem. Tehát, hogy annyi idősen én már már nem. Ezek már elmentek mellettem, de ők mégis meg tudják mutatni azt, hogy hogy, hogy, hogy nem, nem teljesen. Nem teljesen. Azért, azért van egy másfajta hozzáállás, a, a nem csak a személyes dolgaikhoz, most akár a politikáról beszélek, főleg nagyon-nagyon jó elképzeléseik vannak, csak nem hallatják eléggé a hangjukat, nekem ez a szívfájdalmam, és ez az, amit én nagyon-nagyon szeretnék beletenni ebbe a munkába, hogy igenis a fiatalokat hallják meg, mert nagyon fontos dolgokat mondanak. Tehát érdekli őket a közélet, a közhírdelem. A közélet, a, igen, a jövő nagyon, nagyon is foglalkoztatja őket. A jövő tesznek is azért, hogy, hogy a jövőjük meg, meg egyáltalán, ha a klímaválságra gondolunk. Tehát, hogy, hogy ők tesznek azért, hogy, hogy, hogy jobb legyen. Csak nem hallják őket eléggé. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, Adina. Köszönöm a beszélgetést! Ez volt a Maga művel itt, a Szót Kérek magazin podcastja, Megszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!